Sziasztok, én Péter vagyok. Na most már mondtam, hogy lesz egy videó, így meg is csinálom. Persze, ugye le kellett videózom, Bannika, már oké, akkor még jó volt, mert konkrétan azután csináltam. Utána, ahogyan is mondjam, meg kellett vágnom most azon, vagyis megvágtam, oké. Aztán meg kellett vágnom, hogy mire megcsinálja ezt, közben ugye néztem videót. Szerintem ugye látszik alul a Google. De miután ugye megnéztem azt a több videót a rossz netecskémmel, végre sikerült ennek, és azért rossz, mert este nagyon rossz egyébként a net, végre sikerült, aztán neki is vághatunk a második felvételnek ehhez. De jó lesz ez így. Na, de nem baj. Úgyis rég volt, vagyis muszáj. Amit ugye itt látjátok, hogy így csinálok, úgy gondoltam, hogy az lesz, hogy ti is ide be tudtok lépni. Igen, helyes írása az még mindig van. Úristen. Na, és például tudtok itt mutatni pár dolgot, vagy ilyesmi írhattok nekem. Találhatok. Másik dolog, hogy ez melyik, ugye az osztálytársam írt pár küldetést, gondoltam, akkor megcsinálom, ugye mondtam is, és egy videóban. Ez lenne az a videó. És tök szép világba indítottunk egyébként. 1.90 játszok a szemezzel, vagy 1.10. Nem, majd megnézem. Éppen 9 vagy 1.10. Szerintem 1.10, ja. Játszok ebbe is, 12 küldetést adott. Aztán amikor vége lesz ennek a 12 küldetésnek, nem tudom, miért hangsúlyozom ki, hogy 12 küldetés, hogyha annak vége lesz, akkor hogyha megy a sorozat is, nem hagyom abba, igen, így gyorsításon, ha nem hagyom abba, akkor kérek még legfeljebb. De elég durva küldetések is vannak, vagyis. De lehet addolni. Azt szerintem a következő részben lesz, hogy addolok is. Igen, Bandikamot olyan rég használtam, hogy nehéz. Most azt is használom. Na megint. Mert ugye van ez itt alul. Alul. Ugye nem egérre irányítom néha, hanem meg a VASD-vel mozgok rám egy erre. És így fölvisz, és ez följön megy. Vagyis lejjebb megy, így láthatjátok azt. De amúgy is tök mindegy, mert így is fogjátok ezt látni. Amikor itt levidózom. Hogy miért vágok ennyi fát, ne kérdezzétek. Meg kell. A küldetéseket nem akarom felsorolni, mert párat nem is értek. Ezért a következő videóban ebből fel is fogom olvasni, meg le is fogom írni. Igen, találtunk egy kanyont, de ez ugrott leginkább az eszembe. Az előbb is egy kanyont találtunk, amiben ugye nem mentem be, de be akartam, csak nem mentem be. Az előző videóval ugye, amit akkor csináltam, és ma már két kanyot találtam, na ezt magyarázzátok meg. Igaz? Szokott ilyen lenni, de azért velem nem. Persze ma sem először a kanyomba megyünk. Az a gond egyébként, hogy ez tele van ilyen fával. Oké, szeretem ezt a fát, legalábbis
ahogy kinéz, szerintem tök jó ilyen sötét. De sok itt a szörny. Ugye, mert a falk azok alá születnek így. Ez a gond. Egyébként szerintem úgy fél óráig tartott az a rendelés. Aztán nem tudom, mennyi ideig tartott, hogy mi jöttek. Ja, egy zombika. Szia! De legalább most nem mozog. Ja, ezt utálom egyébként ilyen kalmákrabba. Hogyha ezt csinálom, hogy... Hú, még mindig fagy egy picit, akkor egy pont 10-es biztos. Hogyha... Ugye Minecraft az vagy beadja azt, hogy megáll minden, amikor ezt kibet nyomok, vagy nem. Na például most sikeres volt, hogy beadta. Egyébként ebbe az is jó, hogy így csinálom. Hogy ugye a vágás meg minden így lesz. És közben tudok beszélni akár. Nem tudom, hogy ez nektek hogy teszik. Egyelőre az, hogy legyen zene, azt nem tudom, hogy várjatok, azt nem vettem észre, hogy ott elkezdtem csak úgy építkezni, vagy mi, mert én elég ért, annál a lapát van. Kell az a lapát. Lapát. Főleg, hogy javas. Végképp kell. Add már ide. Elvileg most fogok lemenni a kanyonba. Azért ültettem le azokat, hogy amikor ugye majd följövök, legyen étel is. Igen, lenn is van, hogy látszik cuccom. Csak ha nem értitek, ugye. Öltem bárányt, jó. Meg most újra így elkezdtem videózni, ugye? Így. Nagyon fura, hogy... vágni a lap. Nem tudom, hogy jó, már kb. Ugye tudom, hogy mit, hogyan kell vágni, meg minden, de nem az a gondom, hanem, hogy most így visszaszokni arra, hogy el kell vágni, meg kell vágni a videót, aztán nem annyira jó. Sőt, nem is jó az. Nekem nem tetszik így. De ma azért van két videó, mert ugye rég nem volt videó. Egyébként szép kis kanyon ez. Van benne elég vas. Ahogy látom. Mert már itt az elején nagyon jól fog jönni szerintem vas. Ahogy az erdőt láttam. Innentől már csak pár halvány képen van, hogy itt mi történt. És ja. Egyébként ez így nagyon rossz nekem. Ja, sporulunk. Még a facsákányt is meghagyjuk magunknak. Ez így nagyon rossz nekem, hogy mit is akartam mondani? Elfelejtettem. Mindegy. Ja, ilyenkor először most így, vagy nem először, hanem most így, hát gondolva nem értem, hogy miért csináltam ezt, de közben mégis, mert ugye oké, alszol is, kiszállsz az ágyból mégis, úgy, oda születsz, de van, amikor beleszéletsz a falba. Na, és gondolom, én ezt azért csináltam. Az, hogy miért három blokkos legyen ez így. Lehet, hogy azért hát az ágyra születek. De nem biztos, ugye, akkor csináltam, most már nem olyan a gondolkozásom. Remélem, szavasat kiütöm. Kiütöm, oké.
Most valamit megnézek, mert emlékszek valamire. Aha, nem vettem észre, jó. Olyan gyorsan fordultam, hogy nem figyeltem oda. Aztán a videó vége fele lehet. Ott van még egy darab vas. Ja. Egyébként tök jó. Ez itt azt hiszem 25 perces videó. És ezt itt most le kell egybe videóznom. Vagy legfeljebb megvágom ezt így. És közben elgondolkozom, hogy miről beszéljek. Igaz, amikor ott csinálom, akkor is több betűdök ott, és akkor el kell gondolkoznom, hogy mit beszéljek veled. És kb. Ugyanaz. De most ez így tök furava is. Ja, most is elmondom, kb. Addig elmondom mindegyik videómban, hogy addig, amikor jelentkezel, vagy bármi. Amíg nem jelentkezel. Na is jó. Várok a segítségedre. Hülye denevér mindig elém jön, és ezért hosszabb a videó. Az a gond, hogy ezt nem tudom, hogy lehet-e majd ketten játszani, vagy és hogy becsatlakozik például Nelly ide, hogy segítsen, de nem tudom. Na, azt hiszem most van egy olyan rész. Na, nem, még csak most süti. Vagy sütöm. Amit elmondok, hogy mi történt, azért várom azt. Aztán, amikor a következőnek visszajön, visszajön. Mint ha ez egy másik ember lenne, aki más videóját nézem. Ilyenkor tökéletesen olyan érzésem van. Hát onnan azt nem éred el. Na, megint magamnak. Onnan azt nem érem el. Na most, ez a vágás azért volt. Eteme leállt a videó, meg a azt hiszem, ja igen, ilyenkor már leállt a videó, meg nem tudtam, hogyan kell pajzsot csinálni. Így megnéztem interneten. Remélem nem bánjátok. Ha mégis, akkor ez van. Na, indulás, bányászni, most már tökéletesen. Nem akarod rendszerezni, utána cuccaidat. Cuccaimat. És a bányászos rész elkezdődött. Ilyenkor nincsen ilyen vinnyogás gyorsított felvételnél, mert ugye nem lehet vinnyogás, mert most veszem föl. Valamit itt megnézem. Ezt itt kiütött. Ja, ez nem jó. Gyerünk, ez az bányász, na végre rendszerezed. Megyek bánya, rendszerezem. Megyek bányászni. Nagyon megyek bányászni. Nem tudom, hogy miről beszéljek. Kb. A videó is ez szokott lenni, hogy nem tudom, miről beszéljek. Csak itt egyfolytában beszélek. Na, hogyan éred el? Hogyan érem el? Na, csata, végre valami. És ki győz? Azt hittem legalább perfektre legyőzöm. Megint. Egyébként a pajzsban és a pajzsban az a jó, amikor rálő a skeleton, visszapattan a lövedék, igen. És ugye magát sebzi így. A többi szörnyé, amik ugye támadnak, náluk nincsen ilyen.
De az úgy tök jó, szerintem. Mint az előző bánya, egy picit jobbnak tűnt az előző videó, vagy. Na, most megmutattam, hogy nem kell félni a Creepertől nagyon. Igaz, én is hátra mentem, de persze most, mert nem akkorákat csap igazán a kard. Alap egyeket csap, még azt hiszem a fakard is. De hogyha fel van töltve, akkor ugye nagyokat. Áj, de nem értem ezt. Hogy miért kellett belerakni? Oké, súlyint egyet, tök jó. Ha többet akarsz egyszerre, de most figyeljetek állatoknál. El kell onnan vinni a többiektől, vagyis a többi állattól. Na, ezért van jó a facsákány. Aha. Na, el kell vinni a többi állattól azt az egyet, amit meg akarsz ölni. Vagy a többit is megsebzed. Főleg, ha ott a kicsi. Akkor nagy a gáz. Akkor nagy. Mert ugye annak előleg kevesebb HP-ja van, azt hiszem. Ja. Csak hétfőn tudom megkérdezni a küldetéseket. Szerintem. Vagy ráírok, szerintem Messengeren. De ő nem szokott visszaírni. Már visszaszokott, hogyha mindketten egyszerre fel vagyunk, de este felé szokott fölmenni, vagyis amikor ezt végre fölrakom, 20 környékén ráírok. 23-kor halljátok, 23-kor rám írt, és elkezdett küldesgetni a fényképeket. Úristen! Érted? És holnap suli. Jó van, igaz? Olyan suli volt, hogy kb. Az összes órám elmaradt. És szerencsém volt. Egyébként azért néztem ott a föl, mert az tök jól nézett ki. Ja, fül labirintust is kell csinálnom, ha jól tudom. És a középére is szökök ott. És ezt fejből mondom ma is. Vannak olyanok, mik oké, de az írás a gond. Igaz, nem tudom most megkérdezni. Na, azt a fákja azért jól lenne. Ez a beszéd. Nem tudom megkérdezni tényleg, mert hogyha most oda megy, vagyis nem oda megyek, leírni sem tudom azt, amit ugye leírt nekem, mert egyébként el tudnám mondani, hogy minden, csak ugye, vagyis hétfőn, péntekig nem lesz rész, mert ugye akkor még nem képezek hétvégén. Na, végre jó kis csesz. Azt hiszem, itt a végő felé vagyunk, megnézem. Nem, 18 percet tartunk. Úristen, és még 6 percet végig kell beszélnem. Majd, na igen, ott van a vas, amiről beszéltem. Ott, na, ki is van ütve, tök jó. Jupi. Ja, és ezt fölrakni az a rossz nettel. Mennyi idő lesz már? És én még azt a videót meg akarom nézni. Ugye, meg van nyitva a kapu, még egyet nézek. Aztán nekiállok vacsorázni. És nem tudom, mi lesz. Hát talán ez, amit most jelent. Ja, hogyha most láttátok azt, hogy kreatív átváltottam meg, hogy lamvirágot létrehozta, ugye? Az azért volt, mert ugye megnéztem, hogy egyetemben van pajzs. A volt. Egy hiányzik. Ja, ez jó. Figyeljetek. Vettem botot. Kivettem kettőt. És most megint meg fogom nézni, hogy
Hány hiányzik? És megint hatalom volt. Péter. Magamat hibáztatom. Jó van. De legalább ilyenkor láthatom, hogy mi történik, mert sosem, legalábbis nagyon később nézem vissza. Ja, ezt azt nézem, ugye itt be lett temetve. Most nézem, hol kell itt fölmenni. Igen, most veszem észre. Innen kellett volna. Na, akkor indulás föl. Egyébként lehet, hogy egy szép lejáratot kéne csinálni. Miért raktam le azt a disznót? Na igen, itt az történt, elmondom nektek, az a pók. Lelökött engem. Fölmentem, és lelökött engem. Pedig csak meg akartam nézni a veteményesemet, ami végül nem is került sorra. Tényleg. Spoiler! Ez igazából nem is spoiler, hanem elmondtam, hogy mi nem került sorra, amit akartam, és akkor nem spoiler. Na, alapok, azt nézem. Nem akarom, hogy lelökjön, ugye látjátok az életemet. Nem tudom, miért mutattam rá, nem is le. Az a pislogott? Jó, ezt visszanézem majd a videóba. Az ott pislogott. Igen, Creeper. Nagyon nem szeretem egyébként ezeket a robbanékony teremtményű élőlényeket. Például Creeper. Vaskard az kell. Gyerünk, semmit sem veszünk kárba. Miért oda raktam? Kövös a földön lett. Én szépen akartam ezt megcsinálni. De ugye, mert spórolunk, nem akartam mások. És szép volt ez a táj. De ugye úgyis el lesz rondítva creeperök miatt. Szerintem, hogy szigeten vagyunk, a következő részben meg fogom nézni. 6 darabbal egészítsem ki. Azt akartam megcsinálni, hogy mintha itt lesüllyedne hirtelenjében. Ahogy szokott a bajom, csak oda még kellett volna. Azt a két földet, igen, kijutottam, oké. Okay. És így kb. Meg is van az a hangulat, amit ugye hozza. Egész így. Nem baj, mennyire tartunk. Ez az 1 perc, 33 másodperc is vége, és fölrakhatom ezt is. Na, megint skeleton ellen. Azt ott szépen... Ja, ezt láttátok? Nem volt semmi sem gyorsítva. Olyan gyorsan lerohant ez a csontváz, hogy így... Ne, mentem. És meg is halt, vagyis nem volt értelme. Azt néztem, hogy él még hova. Meghalt. Na, egyébként itt lett volna az elköszönés, de eszembe jutott, hogy elhagytam a húsikámat. És most elkezdtem keresni. Hol veszem föl? Az érdekel. Ja, ezt nézem, mi az egy ilyen ugrós? Na, de hol van? Mikor vesz? Ott. Ott volt a sarokba, és ugye fölvettem ott, és itt megkerestem. Aztán ránézek az inventorimba, ott a hús. Jebé, megvan a húsikám, azt hittem, akkor vettem föl. Nem. És meg is hittem, hogy kell a kaja.
De ha tetszett, de most jön az elköszönés, ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, sziasztok! Ja, egyébként most nem állt meg a videó, elszámolom, ez az OBS. Én nem tudok erről, hát úgymond jó van videó felvevő program, live-okat fogok, ugye, amit mondtam, ha tudok majd, akkor felveszek live-ot. Lehet, hogy majd egyszer bemutatom, de ugye most ezzel videózok, a Windows Movie Makerrel meg vágok, mert ugye a Bandicammal is videózok. Három programmal kell egyszerre dolgoznom, hogy egy videó létrehozzon. Jaj. Na akkor, tényleg. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, sziasztok!